Köszöntöm Önöket ez a Sportfórum a Gól TV-ben. Mozog 15 percet, ez volt a motto annak a sportnapnak, amelyet szerdán tartottak a ttk ez az a következő beszélgetésünk fő témája. Nagy tiszteltek, köszöntöm a főszervezőt, Vas Léviát. Szia! Köszöntelek, találkoztunk már ugye a helyszínen is, és most arra kérlek, hogy egy picit értékeljük a, a, napot, hogy hogy sikerült. Kezdjük talán a legelején, miért is, mi volt a célja annak, hogy megszerveztétek ezt a sportnapot? A kihívásnapja került a tegnapi nap során megrendezésre az intézetünkben, a Testnevelési Sporttudományi Intézetben. 1991 óta rendezik a Cselensdét meg Magyarországon. Ez hivatalosan az önkormányzatoknak egy lehetőség, hogy szabadidősportot reklámozzanak, illetve a lakossághoz kivigyék lehetőségként. Pécs ezzel most idén nem élt, ezért mi a Pécs-omogy vasastársuláshoz adtuk le a teljesítéseinket. Itt egyébként a nap során 15 percenként úgymond mérik, adatot kell szolgáltatnunk, hogy hányan sportolnak éppen aktívan. A lényeg az, hogy mozduljunk meg 15 percre egy nap hiszen hogyha megnézzük a fitségi mutatóinkat Magyarországon, akkor sajnos azt látjuk, hogy nagyon kevesen mozognak rendszeresen, és itt nem az én sportot értem elsősorban, hanem a sportra, a szabadidőnek a jó eltöltését, mert hogy egy héten minimum háromszor 60 percet kellene mozgással töltenünk, igazán aktív mozgással ebbe egy erőteljes séta is beletartozik, mi ebben sajnos nem járunk élen, szemben mondjuk a finnekkel, vagy a svédekkel, franciákkal a napunk célja igazából az egyetemen az volt, hogy mivel sportszakember képzés folyik nálunk, tehát testnevelők, rekreátorok, sportszervezőket képzünk, hogy igazából megtöltsük tartalommal az ő szakmai gyakorlatukat, ízig benne legyenek az ilyen szervezésben, egy-egy program létrehozásában és levezetésében, lebonyolításában. Én azt gondolom, hogy tegnap a hallgatóink kiálták a próbát, a rekreáció másodéves diploma előtt álló hallgatóink voltak a főszervezők, és ők, rájuk nagyon büszkék lehetünk, mert reggel 6-tól este 6-ig vezették kiválóan a különböző sportrendezvényeket, sport eseményeket, és hát azt tudom mondani, hogy maga, akik eljöttek, a gyerekek, illetve az egyetemisták is azt vallották, hogy nagyon jól sikerült, mi is nagyon jól éreztük magunkat szervezők, ugyan fárasztó volt, de azt gondolom, hogy sikeresnek mondhatjuk a rendezvényünket. Elég rendesen belecsaptunk már itt az elén a Zelina lecsóba, sok minden elhangzott már. Egyelőre maradjunk a rendezvényen, aztán még kivesézzük az okokat is, hogy miért lusta nép a magyar. Tegnap milyen programokkal vártadok a kicsiket, hiszen ott a helyszínen volt kidobó, grundbirkózás és milyen egyéb programokkal? Két részre kell osztanom a, a, napot, és ezáltal a különböző lehetőségeket, amit tennap kínáltunk, illetve szerveztünk a hallgatókkal. A délelőtt folyamán általános iskolás alsó tagozatosokat vártunk és fogadtunk, a Városközponti Iskolából jöttek, közel 400-an érkeztek hozzánk, százas eloszlásban óránként, és öt állomást látogattak körbe, hogy így mondjam, 10-15 percet töltöttek el egy-egy állomáson, és ott különböző feladatokra voltak, ők kaphatóak és hajtották őket végre. Most sorverseny és váltóverseny volt, atlétikai jellegű feladatok voltak, illetve fönn a sportcsarnokunkban teremlabdarúgás volt, kidobójáték volt, illetve grundbirkozással ismerkedtek meg a gyerekek. Azt gondolom, hogy nagyon sikeresek voltak, a reggeli zenésben melegítő borsosan itt a világbajnokkal kiválóra sikerült, nagyon hangulatos volt az a 15 perc, amit ott együtt mozgott az oktatóinkkal, illetve a mi megjelent hallgatóinkkal együtt közel 500 ember, ezt is nagyon jó volt így egy együtt látni kicsiket és nagyokat, oktatókat együtt mozogni egy ilyen bemelegítésre. A délután folyamán pedig meghirdettük regisztrációra, hogy jöjjenek teremlabdarúgásra a hallgatóink, röplabdára, illetve streetballra a B33-as kosárlabdát játszottak, és azt kell mondjam, hogy volt, aki hajnali fél adta le az utolsó nevezést, de a szervező hallgatók nagyon aranyosak voltak, mert mindenkinek elfogadták a jelentkezését, és így volt az, hogy a délutáni terem 12 csapat nevezett, a röplabdára hatan, és 8 streetballos csapatunk volt, akik között eredményt hirdettünk. Évek óta megrendezik már ugye a kihívás napját, van-e bármiféle adat, információ arról, hogy mennyire sikeres ez a program, tehát lehet-e érezni a hatását ennek a program sorozatnak. Pécs ö, legjobb tudomásom szerint évek óta nem nevez be, mint önkormányzat. Ö, kisebb falvaknál, településeknél lehet azt tapasztalni, hogy ők évek óta rendszeresen, illetve az új csatlakozók ö, mindig tőlük kerül ki egyébként. Az, hogy hatása lenné, én azt gondolom, hogy ha megmozgat egy kis települést egy falut, vagy jelen esetben most egy egész egyetemet, és ezáltal le tudunk nyúlni mi is a, a gyerekekig, hiszen a, az elsődleges prevenciót itt kell megtennünk, akkor azt gondolom, hogy biztos, hogy sikeres lesz. Mérhető adat erre igazából nincsen. Olimpiai után szokták egyébként mérni, hogy ugye a, a sikeres sportágakban lehet látni, hogy az utánpótlás megnövekszik. Ilyen típusú méréseket nem végeznek egy kihívás napja után, de maga azt gondolom, hogy az ideológia hogy eljusson minél több emberhez, az biztosan eljut. Én magam és Hóból van igazgatóként rendeztem először az egész falunak, és ha most azt nézem, hogy tíz év távlatából még mindig rendezzük, akkor átívelő, ha csak a magam példáját nézem, a kihívás napjának az eszmeisége. Milyenek voltak a visszajelzések a gyerekek részéről, hiszen, ahogy én láttam, csillogó szemek voltak minden nagyon élvezték a programot. Vagy akár a pedagógusok részéről, nekik hogy tetszett? Nagyon szerette kimozdulni a kicsik, azt kell mondjam, hogy egy-ketten ugye mondták, hogy megúzták a dolgozatokat, a matematika, vagy nagy Isten az irodalomórát, és ez mindenképp úgymond egy gyereknek ez jó munka, de maguk a feladatok is, a kihívások, hogy ténylegesen tudják teljesíteni, azt gondolom, hogy azok is nagyon ötletesek voltak a, a versenyeken, és nagyon örültek neki a az őket kísérő pedagógusokat kérdezve, számunkra is ez egy újdonság volt, és örültek annak, hogy ide eljöhettek, jönnének is még, hogyha rendeznénk, mert az ilyen nagy megmozdulásoknál az a legtöbb, vagy a legnagyobb probléma, hogy van-e annyi ember, hogy ezt összehozza, megrendezze, lebonyolítsa, illetve áll -e mögött egy olyan támogatottság, például terem, illetve anyagi szempontból, hogy ezt Létre, lesz, létre, létre lehessen hozni. Um, annyira nagyon-nagyon mére, szerintem lehet, lehet majkáni ebben a történetben, de igazából a választ sose kapjuk meg mindig, csak így érintőlegesen, hogy a, mi az oka annak, hogy a, a gyerekek nem mozognak eleget. Ugye beszéltünk itt a megelőzésről, a megelőzés, a nem sportolásnak a megelőzés, vagy hogy a gyerekek, amit ugye nem lehet elég korán kezdeni, mégis te, mint gyakorlat, ugye pedagógus, Miben látod ennek a, a, a problémáját, a problémának az okát, hogy miért, miért van ez? Hiszen járnak ide sportvezetők, sportolók, és mindig odaugjuk adunk ki, hogy tényleg több mozgás kellene, és tényleg vannak programok, szerveznek ilyesfajta programokat, de mégis mivel lehetne tényleg rábírni a gyerekeket arra, hogy többet mozogjanak? Nagyon összetett szerintem ez a kérdés, és hogyha megközelítjük, akkor is sok szegmest kellene vele érinteni. Talán az első és legfontosabb, hogy mennyire hatékonyak a testnevelő órák, a testnevelés órák, mennyire tudjuk azokat jól tartalommal megtölteni. Van-e hozzá eszköz? Van-e például hozzá tornaterem? hogy ne egy tornaszobába, vagy ne, hogy Isten, anélkül kelljen órát tartani. Van hozzá zsámoly, van-e hozzá szekrény, tehát hogy tényleg nagyon az alapokat kellene egyszer megnézni. Milyen a tanár felkészültsége? Mennyire él még az egy testnevelő hogy bedobom a labdát és játszatok, vagy mennyire van az, hogy tényleg tanítom őket? egy adott sportmozgás alapjaira, amiből ki lehet indítani. A másik probléma, hogyha megnézzük, hogy a szülői háttér mekkora támogatottságot biztosít egy gyermeknek például arra, hogy sportoljon. Hiszen egy rendszeres sportolás, egy edzés, az mindig terhet ró a családra. Nem csak az, hogy oda kell kísérni, vissza kell kísérni, időt kell rá biztosítani, hanem anyagi terhet is. Én azt gondolom, hogy ez a mai világban egyre problémásabb és egyre nehezebben megoldható. A harmadik kérdés, hogy mennyire van rá lehetőség. Kikről beszélünk? Pécsiekről, akiknek mondjuk jobban el lehet érni, mondjuk a vívást, de ha már csak komlóra, mohásra tekintek ki, nekik már ez jóval nehezebb. Egy kis faluról, kis apró faluról ne is beszéljünk. Neki már az, hogy be kell oda utazni, az egy újabb problémát fog felvetni. Az, hogy mennyire mozognak kevesebbet a gyerekek, vagy többet a, az előző évtizedek gyermekeihez képest, az egy nagyon érdekes kérdés. Az, hogy romlanak a statisztikai adatok, az biztos. Az, hogy minek köszönhető, hogy ennyire mérhető az egészségügyi állapot, az egészségi állapotnak a romlása, az pedig azt gondolom, hogy tényleg összetett civilizációs probléma, hogy az ülő életmód, a számítógép, az internetezés, az ezt vonza magával. Nincsenek jó példák, nagyon nehéz elérni és megmozdítani ezáltal a gyerekeket. A kérdésed arra is irányult, hogy van mi a megoldás. Én azt gondolom, hogy talán az ilyen rendezvények, mint a napja ez egy megoldás lehet az iskoláknak, általános iskoláknak. Látszott, hogy nagyon szépen összefogott most gyakorlatilag 800 ember ahhoz, hogy megmozduljon, tehát gondolom lenne rá igény. Viszont az, hogy ezt tartósan, mondjuk hetenként, havonként megrendezni hogyan lehetne, az már viszont nem kikerülendő probléma, hogy ennek anyagi vonzata lenne és azt gondolom, hogy ez is nagyon nagy probléma, hogy mondjuk egy város mennyit tud szentelni egy szabadidős sportra, egy szabadidős tevékenységre. Meg visszatérve az iskolára, ugye mondhatod, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségű az a testnevelés óra, de annak a mennyisége is kérdés, és ugye hogy egy héten mondjuk hány testi órát lenne érdemes tartani. Ugye most az új törvény, az új köznevelési törvényben az van benne, hogy öt testnevelés óra lesz kötelező, illetve ebből három marad majd tantervi szinten, és kettő, az pedig úgymond szabadidőre is eltölthető. A törvény ismeretében azt kell mondjam, hogy most behívták az edzőket, tehát lehet majd edzőket alkalmazni. Rekreátorok igazából nem szerepelnek benne, ami azt gondolom, hogy hiányos ilyen szempontból, de megint eljutunk ugyanoda, hogyha nem lesz eszköz, nem lesznek lehetőségek, hogy kivigyük a gyerekeket, nem tudunk nekik újat mutatni, akkor megint nagyon beszűkül az a terület, ahol az ő sportnevelésük folyhat. Persze kreatívan még mindig azt gondolom, hogy lehet terjeszteni ezeket a rekreációs sportokat, és minimális költségvetésből meg lehet oldani, de azt gondolom, hogy például egy extrém, egy extrém parba őket eljuttatni, egy vizitáborba, egy nyári táborba eljuttatni ezeket a gyerekeket még mindig költség kérdése lesz, amit nem mindig lehet áthárítani a szülőkre, az iskolák viszont egyre nehezebben tudják ezeket kigazdálkodni. Az a szomorú, hogy mindig a pénzre vagyunk itt is, hogy a pénzhiány okozhatja. De akkor talán ne a, ne a pénzhez adjunk ki az edzőképzéssel, a szakemberképzéssel, mi a helyzet. Abban jó állunk-e, akár régiós, akár országos szinten, és megfelelő számú és minőségűvel az a szakember mennyiség, aki kijön mondjuk az iskolákból akár, vagy aki dolgozik ilyen helyeken. Ha nézem a tanárképzést, akkor és a Pécsi... Tudományegyetemet, a mi intézetünket, akkor azt kell mondjam, hogy szerintem megfelelő számban kerülnek ki, és nagyon jó tudással. A kérdés, hogy milyen lehetőségeik vannak, felveszi őket úgymond az, az oktatási piac, el tudnak-e helyezkedni a mi fiataljaink, és ezt mind a rekreátorokra nézem, hogy van-e helyük jelenleg a, a munkapiacon, illetve az, hogy a, a tanárainkra szükség van-e. A BSC diploma megszerzése, ez egy jelenleg nem... Letisztult folyamatnak a része sajnos, hogy az ő diplomájuk mit fog érni. Annyit tudunk, hogy ugye a, a mesterképzésen megszerzett tanári képesítés teszi őket arra lehetővé, hogy elmenjenek iskolába dolgozni. Akkor ugye felveti a kérdés, hogy mire elég egy BSC diploma, ez egyelőre kérdés a munkaerőpiacon is, és kihívás számukra, hogy ezeket a fiatalokat ne engedjük el így, hanem beiskolázunk, illetve ki kell találni, hogy hogyan lesznek ők foglalkoztatva. Azt gondolom, hogy a pénzt kikerülve, hogy nagyon jó egyébként a, azok a magánkezdeményezések és így a kihívásnapi is, hiszen ez egy nemzetközi ö, programból kiinduló ö, szabadidős rendezvény hogy össze lehet fogni, viszont ahhoz, hogy ezek igazából elérjék a célukat, tehát meglegyen az az egészségügyi prevenció, a fitségi alapokat megszerezzük lakossági szinten, tehát ne csak a gyerekekre gondoljunk, mert a kívásnapja nem csak a gyerekek, hanem az egész lakosságnak szólt, az azt gondolom, hogy rendszert kellene teremteni, és ezt hiányoljuk Magyarországon, hogy nincsen egy olyan egészségmegelőző, igazából jó, hatékony prevenciós rendszer, amiben beélesztik mind a szűrővizsgálatokat, mind pedig a sport és a fittségi részhez kapcsolódott testmozgási lehetőségeket. Volt egy nagyon jó mondatot, ami azóta itt zűn meg a fülembe, hogy nincsen jó példa. Ezt ki nekem is értelmezni, hogy mit értettél az alatt? A nincsen jó példát az Otthon a... nincs jó példa, vagy az országban nincsen jó példa, vagy hogy érted? Mind a kettőt. Az a családokban nagyon... Kevéssé megoldható az, hogy kimenjünk a szabadba kirándulni. Ez egy nagyon triviális lehetőség. Elmenjünk délutánonként sétálni. A mai családoknál, hogyha megkérdezik a gyerekeket, hogy mikor voltatok a szüleitekkel bármelyikkel sétálni, vagy mikor voltatok kirándulni, hiszen ez azért nem anyagi kérdés az, hogy húzzunk egy cipőt és elmegyünk erdőt járni, akkor így néznek az emberre, hogy nem is értik kirándulni. Hát, Utoljára, amikor az iskola meg az osztályfőnök megszervezte. Tehát családon belül is nagyon kevesen mozognak. Az jó pár statisztikai kutatásban megvan, hogy azok a gyerekek edzenek például rendszer rendszeresen, akiknek a szüleik, vagy egyik, vagy másik, ténylegesen ő maga is gyermekkorában aktív sportoló volt, és valamilyen sportágot űzött. Nagyon ritka viszont az olyan, hogyha egyik szülő sem sportolt, hogy akkor ő támogassa abban, hogy igenis el kell menni, és erre időt, pénzt kell áldozni, és oda kell állni minden egyes alkalommal. Ilyet ritkán tapasztalunk. Ezért mondtam azt, hogy az a családi példa az nagyon-nagyon hiányzik. Hiányzik az is, hogy mennyire éri ti meg őket, mennyire látják maguk előtt mennyire fogják fel azokat a jó sportolói mintákat, példákat, amelyek azért körbeveszik őket. Tehát Pécset is azért a, a, a kosárlabdát, hogyha említem a vízilabdát, a focit, akkor azért lenne helyileg is olyan személy, akit példaként választhatnának, de akár nemzetközi szinten is, hiszen ez ilyen szempontból mindegy. Ha megkérdezzük őket, akkor nem sportolót választanak mintaként és példaként, hanem valamilyen énekest, vagy színészt, színésznőt. Vagy a való világ egyik hősét. Vagy sajnos a való világ egyik hősét, igen. igen. Visszatérve a programra, milyen jövője lehet ennek a programnak? Vagy milyen hasonló kezdeményezést tudtok esetleg még szervezni Hát mi most a Testnevelési Purtudmányi Intézetben ezzel elkezdtünk valamit a rekreációs szakos hallgatóknál. Azt gondoljuk és azt szeretnénk mindenképp, hogy ebből rendszer legyen. Az, hogy ez jövőre is a kihívásnapja lesz -e, az elsősorban a hallgatókon múlik, hogy ők mit fognak választani maguknak kihívásként, szakmai gyakorlatként. Az biztos, hogy magasra került a léc ezzel a tegnapi rendezvénnyel. Ha a kihívásnapját választják, akkor van előttük már egy szervezési minta. Ha nem, akkor nekik egy új területen kell bizonyítani. Az biztos, hogy a sporthoz kell kötniük az ő általuk kiválasztandó feladatot, és legalább ennyi embert, gyereket, felnőttet, egyetemistát szeretnénk majd megmozgatni jövőre is, és majd hát tovább. És a jó példára visszatérve, ugye nem említetted, de hát ugye találkoztuk a helyszínen, és jó magam is jó, meglepődtem, amikor ott állt velem szemben Balzsai Károly, ugye elég jó volt ott az egy négyzet, mint a Réutó világbajnokok száma, amikor ott beszélgettünk, ugye Borsos Anita mellett. Szóval ő is ott volt, és hát talán ez is, ez is jó példa lehet a gyerekek számára, hogy tényleg test közelből megláthatnak ilyen sportolókat, beszélhetnek velük együtt, edzhetnek. Balzsai Károly világbajnok egy baráti meghívásnak tett eleget azzal, hogy eljött hozzánk, és részt vett a nagyon aktívan egyébként a nap során a rendezvényen. Délelőtt a gyerekekhez állt be a csapatok mellé, focizott és minden ügyességi játékban benne volt, illetve délután kosárlabdázott az intézet oktatóival és 12 éves leánycsapat ellen győzelmet alkottak, viszont azért azt meg kell mondjam, hogy karcsi technikája a ringben sokkal jobb volt, mint a kosárlabdánál. Öt azért kértük meg, hogy jöjjön le, mert hogy azt gondolom az élsport is valahol kizárja magát a, a gyerekeknél, hogy milyen lehet egy élsportoló. És azzal, hogy tudtak beszélni a, a Károlya, mint világbajnokkal, illetve a hallgatóink láttak -e egy úgymond befutott sportolót, ezzel szintén jó példát tudtunk mutatni, hogy Közvetlen, természetes, úgymond nem változik meg az ember lényege attól, hogy ilyen szintű, magasan kvalifikált sport ér el, vagy ért el. És hát azt mondta, hogy jól érezte magát, visszajönne hozzánk, és ő is hál' Istennek nagyon jól érezte magát a tegnapi nap során. Azt vettem észre, hogy ő is nagyon-nagyon fontosnak érzi ezt, hogy egyáltalán megjelenjen, és pontosan tudja, milyen súlyjal bírhat egy ilyen kis megjelenés akár a többi gyerek számára. Igen, ő ezt el is mondta hogy nem csak az ő gyerekeinél tartja ezt fontosnak, hogy igazából a sportra való nevelés, vagy a sportos életvitel megmutatását, a, a testedzésnek a fontosságát hangsúlyozza, hanem ő tényleg azt vallja, és ezért is jött el hozzánk, hogy megmutassa, hogy bármit lehet csinálni 15 percig aktívan, ő ennél sokkal többet mozgott tegnap, de hogy a szívvel lélekkel lehet csinálni, élvezni kell, mert hogy annyira beszűkül az, ezmes, az életben a mozgásterünk, hogy csak a sporttal lehet nyitni, és csak azzal által lehet olyan örömökre szert tenni, ami mással nem. Tehát se egy pénz, se az internet, se egy tévénézés nem fogja megadni, hanem igazából csak a sport, és ő ezt vallja, ezért jött hozzánk. A beszélgetésünk vége felé az rejtsünk még szót az egyetemistákról is, hiszen azért mégiscsak a TTK csarnokban volt ez a rendezvény. Ő szerinted milyen helyzet ö, mozgásterén mozgás terén? Lehetőségeik mennyire adottak, mennyire használják ezt ki, mennyire foglalkoztatja őket, hiszen talán az egyik legnehezebb korban vannak, ugye? Az egyetemistáink, én azt gondolom, most pláne a rendezmény után, hogy öröm volt látni például a közgáznak a röplabda csapatát, tehát hogy vannak és nem testnevelés szakos hallgatók, akik igenis rendszeresen csapatszintjén űzik ezeket a, a sportágakat. Ha nézem a teremlabda rugó csapatokat, ott nagyon sokan különböző kari csapatok voltak. Tehát ők tényleg jönnek, játszanak és űzik ezeket a sportokat. Én nagyon tisztelem mindig ezeket a hallgatókat egyébként, hiszen jó páran, ha csak az intézet hallgatóit nézem, ők élsportolók, és amellett teljesítenek, az mindig tiszteletre méltó egy oktató szemében. Többször problémájuk is támad ebből, hogy az élsportot hogyan lehet a tanulmányokkal összeegyeztetni, de azt gondolom, hogy mi is vagyunk annyira rugalmasak, illetve ők pedig nagyon maximalisták, hogy teljesítsenek, mind a sportban, mind pedig a tanulmányaik szinterén. A lehetőségeket mindig megfogják és kihasználják egyébként, amit ad az intézet vagy egyetemi szinten szerveznek az ő részükre. Különböző bajnokságok is vannak egyébként, mind kosárlabdában, kézilabdában, illetve hát ki ne hagyja magát a peacot, mint egyetemi egyesületet, aki összefogja ugye a különböző szakosztályokat egyetemi szinten. reméljük, hogy akkor minden évben sikerül megszervezni legalább ugye a kihívásnapját, napját, de ha lehet, akkor még több hasonló rendezvényt kívánunk ide a városba nincs nálam mondjuk az üveggömbben, meg ahol látom, nálad sincs sajnos, hogyha mondjuk tíz évre előre tekintünk, akkor hogyan látod a jövőt? Sikerül-e legyőzni a számítógép és a chips világát és kirángatni a szobából a gyerekeket? És egyáltalán egy pozitív tendenciát mutathat-e a jövőben ez a dolog? Hát én mindenképp ezt hiszem, mert különben nem ezt csinálnám, és nem, nem hinnék mondjuk a kihívás nap erejében. Ha nem győzzük le, akkor nagyon rossz felé megy el a társadalom és a lakosság. Tehát én mindenképp azt gondolom, hogy a, a szülőknek, a tanároknak, és nekünk, akik úgymond a tanárokat tanítjuk, a leendő tanárokat, nekünk ez a felelősségünk, tehát ebbe kell hinnünk, nekünk ez a munkánk. És hogyha tíz évre kell jósolni, akkor azt gondolom, hogy nem 800 leszünk, hanem 8000 ren és egész Pécs mozogni fog. Ez mint nagy harc, nagy meló? Nagyon nagy. <laughs> Nagyon nagy. De mindig kicsibe kezdődik, és reméljük, hogy nagyba végződik. Kívánom, hogy akkor teljesüljön mindez, amit elmondtál. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, Én is köszönöm a figyelmet. Ennyi volt már a Sportforum legközelebb friss jövő szerdán várom önöket. Addig is minden jót viszontlátásra.